Да. Csörcsét is. Mészáros János ellenkező. Első terve azt hivatott bemutatni, hogy ki is az a Torda Sándor, és hogy miért róla neveztük el mind a filmstúdiót, mind pedig a látogatóközpontot ugyebár. A terem így balról jobbra olvasandó, úgyhogy szerintem gyertek mindig velem, és akkor halljátok, hogy miről beszélek, és látjátok is. A másik oldalra. Egyeken vagy egyek közelében vagyunk, hogy egy ilyen szőlőbogyóba vagy szőlőfürdbe gyertek, hogy erre mit szóltak. No, az első súgó táblán már írja is, hogy Pusztatúr Pásztor. Itt született Sándor 1893-ban. Pusztatúr Pásztor egy nagyon picike falucska volt, már mezőtúrnak a részévé tették, és állítólag fénykorában is csak 6 család lakta, tehát ilyen picike helyről volt szó, és mind a 6 család nagyon-nagyon szegény volt, köztük tehát Sándorék is, és ugye egész gyerekkorában tulajdonképpen semmi más dolga nem akadt, csak hogy a ház tájékára felügyeljen. Ugye ő etette meg a csirkét, ő fejte meg a tehenet, és a többi, és a többi. És tulajdonképpen saját bevallása szerint is rengeteg ideje maradt emellett álmodozni. Ez az álmodozás tulajdonképpen arról szólt, hogy elolvasta Verne Gyula összes regényét, és arról álmodozott, hogy egyszer ő is egy ilyen kalandot élhessen át, felfedezni egy Kincses-szigetet, vagy esetleg tenger alattjáróval lemerülni a tenger fenekére, felfedezni Atlantis, mondjuk ugye a víz alatti várost. Ilyen álmai voltak, és 14 évesen úgy döntött, hogy tesz is ezügyben valamit, fölsétált gyalog Budapestre, hogy szerencsét próbáljon, ugye a legközelebbi világváros ő hozzá. Lehetett, hogy ezt próbáltuk ábrázolni, hogy a Verne Gyula regény és az álmai levitik őt egészen Budapestig, ahol hát szembe találkozunk ezzel a Lichterrel, Pater Nosterrel tulajdonképpen, aminek itt a legalsó lépcsőfok, ezek az újságcikkek. Képzeljétek meg, hogy amikor 1900-as évek elején New York, bocsánat, Budapestre épp a New York kávéházba lép be. És ugye az 1900-as évek elején a New Yorkból indul a Nyugat című lapunk tulajdonképpen, tehát ő a legnagyobb íróinkkal és költőinkkel találkozhat, ez a megtiszteltetés éri, és ők pedig összefognak, azt mondják, hogy itt van ez a szerencsétlen fiú, hát tiszta kosz, nincs hol aludnia, nincs mit ennie, tanítsuk meg őt írni. Ugye mi ahhoz értünk, legyen ő is író vagy költő, mint ahogy mi vagyunk. És így végül is újságíró tanoncként kezdett el dolgozni. Az az érdekes, hogy 17 éves korára már saját lapot szerkesztett, méghozzá Mozi Hét címmel. Ez volt Magyarországon az első mozival, filmkritikával foglalkozó újság. Tehát sokan azt mondták, hogy már 17 éves korára a magyar újságírás egyik úttörő alakjának számított ő. Ha ez még nem lenne elég, akkor ebből az újságból annyi pénzt össze tud szedni magának, hogy nagy álmát megvalósítsa, mégpedig azt, hogy megrendezze élet első saját filmjét. Ez lesz a becsapott újságíró, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan verte át őt és az író társait az akkori rendszer. Képzeljétek el, hogy akkora sikere lett, hogy innentől kezdve nincs megállás, 4 év alatt megrendez 25 nagy játékfilmet. Ezzel filmtörténelmet ír, ráadásul a mai napig senkinek nem sikerült leelőzni, ő a legtermékenyebb rendező mind a mai napig ezzel a 25 filmmel. Főként, hogy mind a 25 magas művészeti színvonalat képvisel. Hogy egyet pont a közepéről kiemeljek, a Nagymama című filmet 22 évesen rendezte, főszereplő pedig Blaha Lujza, a nemzet akkor már nagy színésznője. Szerintem mi sem írja lobban, hogy mekkora tehetség lehetett ő, ha már ilyen megtiszteltetésben részesült, ilyen fiatalon. Tehát látjátok, hogy egy kicsit emelkedett a Pater Nosterünk. A teteje mégis itt van, a 25 utolsó 3 filmje a Tanács Köztársaság idején Kun Bélának személyesen készített propaganda filmnek minősül. Hát ugye Kun Béla azt mondta a filmrendezőknek, hogy vagy propaganda filmet készítenek, vagy egyáltalán nem készítenek filmet, tehát akkor a választása nem volt Sándornak. Elkészült tehát ez a 3 film, az utolsó pedig a Yamata címet viseli.
most a neten az a hír járja róla, hogy állítólag ez Magyarország legnagyobb kommunista propaganda anyag, ami valaha készülhetett. És képzeljétek el, hogy állítólag a premier napján ült Sándor, elindult a film, és valaki a vállára tette a kezét, és azt mondta, hogy Sándor, nagy bajban vagyunk, mert hogy fordult a kocka. A bemutató 1919-re esett, és ugye fordult a kocka, Horthy került hatalomra, és a fehér terror időszaka köszöntött rá. Hát tulajdonképpen az a úgymond a vicc a dologban, vagy a pletyka vége, az ilyen sikeres, hogyha lehet így mondani, mert állítólag mire kiírták, hogy rendezte Korda Sándor, addigra ő már a pályaudvaron át egy Bécsbe szóló jeggyel, tehát ez a pletyka szinte lejjön, hogy milyen gyorsan sikerült neki elmenekülni az akkori rendszer elől. Hát ugye, mint minden nyugatnak induló hősünk, ő is Bécsbe érkezik először, viszont nem igazán találja meg az összhangot az ottani művész közeggel, nem fogadják őt be, nem beszéli ugye annyira a nyelveket, tehát tovább áll, és végül pedig nekünk Anglia és London lesz tulajdonképpen a fontos az ő végállomása, ha lehet mondani. Kezdjétek el, hogy minden ingóságát pénzé teszi, mindenét eladja, amit csak tud, hogy új életet kezdjen. Az új élet pedig valahogy úgy kezdődik, hogy megvette magának London legelegánsabb öltönyét, és aranyszínű betűkkel belevarta AK Alexander Korda. Ugye már is sokkal komolyabban vehető a név, és besétált a Claridge's-be, a világ ugye egyik legdrágább szállodája mind a mai napig, és ő azt mondta, hogy az elnöki lakosztályt kérné 10 évben. Mert neki azt nem kérdezett, hogy egy éjszakás elkerült elnöki lakosztályért. Persze majd a végén egy éjszakát fog fizetni, ugye az elég biztos, nem? Tehát tudom, hogy ez csak már 10 évben a levegőt érdekel, de kérdezik ki, hogy átadna neki a kulcsokat, és innen indul a hadjárat. Tulajdonképpen azt szerette volna, hogy elhiteti mindenkivel, hogy ő a világ leggazdagabb embere. Állítólag aznap már le is ment a legdrágább étterembe, és megvette magának a legdrágább ételt, sírkét, gyönyörű szépen körettel, borral, minden, ahogy illik, és négyszeres árat fizetett érte. Aztán másnap, vagy akár egy hétig ugye száraz zsömlén kellett éljen, hiszen nem volt annyi pénz, hogy ezt megtesse, viszont az alap, ugye mindenki, a London nemessége úgymond, azt látta, hogy valaki még náluk is gazdagabb, ugye? Valaki négyszeres árat hagyott ott borra valóként, hát az hihetetlen, és mindenkit elkezdett érdekelni, ki lehet ez az AK, ez az Alexander Korda. Ő pedig elmondta, hogy a világ egyik legnagyobb filmrendezője persze, hát ki más. Éppen most jött ide keletről, hogy megrendezze a világ legjobb filmjét. És képzeljétek el, hogy elhitték a hazugságot, azt mondták, rendben, akkor mindent a rendelkezésére bocsátunk, minden pénz, bármit, amire szüksége van, megadunk. Készíts el a világ legjobb filmjét, ez volt a feladat. Döntse romba Hollywoodot, hadd legyen London a film központja, és ugye Anglia a film nemzete. Ez volt a cél, és állítólag képzeljétek el, hogy Orson Welles, a kor legnagyobb brit színésze ugyebár, már állítólag a forgatókönyv megírása előtt odalépett Sándorhoz, és elmondta, hogy ő szívesen vállalja a főszerepet, ha el tudja játszani, ha olyan a karakter, ami éppen rá illik, úgymond, akkor ő eljátsza ingyen is bérmentve. Ez ugye szerintem leírja, hogy tényleg mekkora dolog volt ez az akkori kor nemeseinek ott Londonban. Tényleg mindenki összefogott, mindenki szerette volna, hogyha a film nemzetévé nőhetnék ki magukat. Hát így kerülünk el a dolgozó szobájába Sándornak, ahol valószínűleg most helyet cserélt a recepciós lányjal, neki izzadt, ő izzadt, és neki remektek a lábai. Elkészíteni a világ legjobb filmjét, képzeljétek úgy, hogy még nem beszéli az angol nyelvet. Szerintem hihetetlen, ami történik vele. Hát tudja, hogy egyedül egy ekkora hazugsággal a vállán ugye nem fog sikerülni neki ezt megcsinálni. Így hát szüksége van olyan emberekre, akiben megbízhat. És kiben bízna meg jobban, mint két fivérében, Korda Vincében és Korda Zoltánban. Vince akkoriban 22 éves és festészetet tanul, még pedig őt is már úgy szólítjuk, hogy a kaleidoszkóp festő. Hát állítólag nagyon pici festményeket készített, ugye olcsó festékből, olcsó vászonra, viszont aztán lámpákkal és tükrökkel úgy világította meg, hogy valami hatalmas és gyönyörű dolognak tűnjön. Ugye pont ezt mondtam el, egy most jelen időben készült díszletről is. Pici legyen, olcsó, viszont a trükkökkel aztán úgy lássuk, mintha hatalmas lenne, hát ki lenne jobb díszlet tervező annak idején, mint Vince. Így tehát ő lesz a díszlet megtervezője és megfestője. És így jön a képbe a 15 éves Zoltán, aki bevallja, hogy semmihez nem ért. Főként nem a művészetekhez, nem a filmhez, ők hagyják ki az egészben, nem tud miben segíteni. És hát én így fiatal fejjel még azt mondom, hogy szerintem az övé lett a legjobb feladat. A filmre szánt teljes összköltségvetést elkölteni a lehető leghamarabb. Tehát 15 évesen Zoltán, értelmszerűen Nagy-Britannia legszebb hölgyeiben az oldalán, mindenesetre kaszinókba, fogadásokra és különböző szórakozó helyekre jár,
és ugye csak szórta a pénzt, mindenki egy körre a vendége volt. Ugye mi történik? Elkészül a film, kis költségvetésből persze, viszont addigra már nem csak Anglia, nem csak London, hanem az egész világ, és nem csak Sándorról, hanem a Korda fivérekről beszél. Azt gondolták, Sándor a leggazdagabb, erre kiderül, hogy a 15 éves öccse még gazdagabb nála, ugye? Arra senki nem gondolt, hogy tulajdonképpen a szemük látnára közvetítik el a saját pénzüket, ugye, ezeken a szórakozó helyeken. És így születik meg a film, 8. Henrik magánélete. Ez lesz a cím, és hát szerintem már ebben is benne van a humora a dolognak. Ugye itt nem a nagy és drága háborús csata jelenetekről lesz szó, hanem a magánéletéről, tehát inkább az ágy jelenetekre fókuszál, ugye? A sokkal olcsóbb, viszont a nézőközönséget ugyanúgy érdekli. Tehát itt van a spórolás, a magánéletét filmesítjük meg. Itt az utolsó vacsora jelenetének a díszlet másolatát láthatjátok. Ugye ebből is látszik, hogy néhány négyzetméteren berendezték a díszletet, és nézzétek el, hogy a filmben aztán a tükrök miatt úgy néz ki, mintha egy legalább 100 négyzetméteres terem lenne berendezve. Hihetetlen mennyire ügyesen megcsinálta Vince, mi sem mutatja jobban, mint hogy Oscar díjra jelölik ezért a díszletért, ahol képzeljétek el, hogy kiáll a Film Akadémia elé, és gyakoriban még neki kellett elmondani, hogy mit csinált és hogyan, hiszen akkor nem lehetett egy kis videómontást levetíteni az ő munkásságáról, neki kellett beszélnie róla, és ott elmondta, hogy 40 fontból készítette a díszletet, az utolsó szöget óvatosan húzta ki, mert már nem volt más beleütni a következő díszletbe, amit össze kellett volna rakni, és ugye az utolsó vacsora jelenetet úgy forgatták le, képzeljétek, szerintem hihetetlen a sztori, hogy már nem volt pénz arra, hogy igazi ételt tegyenek az asztalra, azért gumicsirke volt az asztalon, képzeljétek el. Ugye, mert egy jó színész akkor is el tudja játszani, ha éhes, ez volt Sándor megfejtése. Tehát hihetetlen, és képzeljétek el, hogy a Filmakadémia kineveti, senki nem hisz neki. Azt hiszik, hogy ironizál ez a fiú, hát tudják, hogy ez egy hatalmas, gyönyörű díszlet, ezt lehetetlen ennyi pénzből megcsinálni. Hát ugye nem lesz a világ legjobb filmje, ez a 8. Henrik, hát látjuk, nem döntötte romba Hollywoodot, viszont egy dolgot megváltoztatott. Innentől kezdve a Korda fivérek többet nem hazudták azt, hogy milliómosok. Ebben biztosak lehetünk, mert már azok is voltak, ugye. Sándor tulajdonképpen abba hagy a filmrendezéssel, innentől kezdve producerként dolgozik, tehát ő csak pénzel filmeket. Ráadásul egy nagyon ismert filmes, Korda Zoltán, az akkor még csak 15 éves kisfiút, mert ő lesz a rendezőként híressé vált Korda fivér. Hát ha most megnéznénk, hogy kik is a Korda fivérek, azt látnánk, hogy Sándor produceri munkája miatt lesz híres, úgymond Vince díszlettervezőként fut be, és Zoltán a legfiatalabb fivér lesz aztán a híres rendező, akinek talán a legelső nagy sikere majd a Dzsungel könyve feldolgozása lesz. Ővé volt az első filmes adaptációja a Dzsungel könyvének, tehát ő is hihetetlen karrierbe kezd aztán. Nézzük meg, Sándor mit tesz. Ugye megvan ez a rengeteg pénz, kifizeti a tartozásait, ugye a szállodát, ahol eddig lakott, tulajdonképpen minden, és megveszi magának másút névre hallgató hajóját, hiszen mindenhol jó, de a legjobb másút. Ezzel a szállóigével szállt fel a hajóra, mert itt van nekünk másút, aki egy 33 méteres luxus jacht. Képzeljétek el, hogy nem ám tétlenül tengleng a Temze partjain, kétszer is körbeutazza vele a világot Sándor, ráadásul két különböző útirányon keresztül, és a második ilyen földkörüli útján ott van vele akkor már személyes jó barátja Sir Winston Churchill is. Képzeljétek el, hogy annyira megilletődik, hogy Sándor elvitt erre az útra, hogy neki adja azt a posztot, hogy ő lehet az első civil, aki tenger alatt járóra száll. Ha ez még nem lenne elég, a tenger alatt járó, amikor kikölt a Temze partjain, személyesen a királyné várja Sándort, hogy lovaggá üsse, mert ő az első filmes, akit lovaggá ütnek. Sir Alexander Korda, a brit filmipar megalapítója és megszépítője. Ezt a nevet viseli aztán 1956-os haláláig. Szerintem egy picit most érdemes visszatekinteni Pusztatúr pásztorra, ugye? Ez a fiú tehén fejé és közben kitalálja magának a világot. Verne Gyula rajongóként aztán ő lesz az első civil tenger alatt járós utas. Hát el sem kell mondanom, hogy micsoda megtiszteltetések ezek, ugye? És én már ugye mondtam, kisfiús naivitásban élek itt, mióta itt dolgozom. Én abban reménykedek, hogy ezért neveztük el Korda Sándorral a film stúdiót, mert ahogy Adi mondaná, egy mondatban, értől az óceánig jutott, ugye? És lényegében van, a semmiből kezdte ez az úriember. Van nála híresebb rendezőnk talán, mint Cukor György, akinek az egész családja a filmes berkekben élte életét, és gazdagoknak számítottak, ha lehet így mondani. De ez a fiú viszont tényleg akárcsak a szőlős mögül megszületett, mint egy hollywoodi filmstúdió, igaz? Tehát talán ezért van a névválasztás, én legalábbis reménykedem ebben igazság szerint, hogy ez is egy ilyen sikertörténet lehet aztán, mint amilyet Sándor elért. No,
Ezután viszont filmes vizekre eleznék veletek. Az lenne a célom, hogy mielőtt elhagyjátok ezt a tervet, mert mindenki biztos társadalja, hogy Hollywoodi hatalmas rendezőként léphetek ki. És nem Takács Laci voltam az idegenvezető, és tudjátok, hogy az Oscar-díj átadót nekem megköszönöm. Egy érdekes kör nézzük meg, hogy hogyan is lehet készíteni egy Hollywoodi sikerfilmet, milyen lépések kellene ahhoz. Ugye ahhoz, hogy filmet forgassunk, ahhoz először tudnunk kell, hogy milyen kellékek kellenek hozzá. Az egyik például az, hogy kamera, ugye? Ez a kütyű biztos, hogy kelleni fog, ha filmet akarunk csinálni. Tudjátok-e, hogy hogyan fordították le a magyar nyelvet ezt a latin szót, hogy kamera? Mi lehet a magyar megfejtés ennek a szónak? Nem. Nem. Mi a kamera szó jelentése? Elég hasonló a szó. Így van, szóval, pontosabban kamra. Így fordítottuk. Vagy kamra, bocsánat, nem hallottam. Így van, szoba tulajdonképpen, hogy a kamra azt jelenti, hogy sötét szoba, ugye egy szoba, aminek nincsenek ablakai tulajdonképpen, ezt jelenti maga a kamera szó. Ezt el tudom mondani nektek, hogy hogyan lehet mondjuk színes fényképezőgépet, jó minőségű színes fényképezőgépet csinálni otthon 300 forint értékben. Annyi lenne a feladat, hogy fogunk egy cipős dobozt, ami nincsen gyárilag lyuk, tehát egy teljesen sötét van odabent a cipős dobozba, az lesz nekünk jó, és ebbe 300 forintért szinte bármelyik ilyen elektronikai üzletben, média, márt és hasonló ilyen nagy üzletekben is lehet kapni most már 300 forintért egy előhívható fényképpapírt. Ez egy olyan fényképpapír, ami egy úgynevezett ezüst sóval van leöntve, tulajdonképpen megőrzi a fényt. Ahol sok fény éri, ott kivilágosodik, ahol nem éri fény, ott fekete lesz. Ugye tulajdonképpen így őrzi majd meg a képet. Lényeg, hogy ezt kicsomagoljuk, és sötétben belevetjük a cipős dobozunkba. Aztán a cipős dobozza a képpel szemközti oldalát a cipős dobozunknak egy ceruzával átfúrjuk. És kész van a színes fényképezőgépünk. Nincs szükség elektronikára, nincsen lencsékre, vagy esetleg üvegre, bármire szükségünk. Tulajdonképpen csak ennyi lenne a dolgunk, sőt a papírt is mellőzhetnénk. Egyszerűen ezt az ezüst sót kéne megtalálnunk, ezt az anyagot pedig bekennénk a cipős doboz, visszazárnánk, akkor is elkészülne a cipős doboz falára a kép. Fejjel lefelé lenne, viszont jó minőségű színes képet láthatnánk, képzeljétek el. Tehát így meg tudnánk csinálni egy fényképet. Nekünk filmet kellene forgatnunk. Hogyan lesz ebből mozgókép? Tudjuk-e, hogy mitől mozog a kép? Másodpercenként 50-szer kell lefényképezni. 25-ször kell. Az 50 is jó, az a tévé. A televízió 50-nel dolgozik. Így van, pontosan. Tehát sok képet látunk egymás után, ez lenne a megfejtés, ugye? Igen. Így van, vagy lebontva a fázisaira, igen, ez jó szó. Akkor tehát én nem tudok olyat csinálni, hogy kirakok a falra egy képet, az nem lesz mozgó, ha nem nyúlok hozzá, persze. Tehát azzal nem lesz mozgó a képet, nem biztosak vagyunk. Én gyertek és megmutatom, hogy nincs igazatok, mit szóltok? Mozgó lesz. Figyeljetek, mert itt van nekünk egy ilyen lovas képsorozat. Most van szükségem az általam említett egyeki szőlőszentre ide velem szembe. Egy szőlőbogyóba álljatok ide, mindenki lássa. Itt van ez a lovas képsorozat. Ő lesz aztán a mozgóképünk őse, ha lehet ilyet mondani. Ez az úriember, amellett, hogy nagyon szeretett lovagolni, hát nagyon szeretett inni is. És ha ivott, akkor nagyon szeretett fogadásokat kötni. Egy ilyen fogadás az volt egy kocsmában, kézzétek, mindenét feltette erre a fogadásra, hogy ő már pedig tud repülni a lovával. Hát ugye senki nem jut neki. Őnek pedig valahogy be kellett bizonyítani, különben mindenét elveszti. És végül összefogtak őért, és kitaláltak egy megoldást, az, hogy 12 darab fényképezőgépet raktak egy körbe, úgymond. Mindegyik a kör közepére nézett. Ő a kör közepén körbe-körbe fog futni a lovunkkal. Ennek a ló lábára hozzákötöttek egy zsineget, ez pedig ugye a kioldó zsinórjához minden fényképezőgépnek. Ez azt jelentette, hogy amikor a negyedik, ötödik kör tette meg a ló, már elkezdett vágtázni, tudott olyan gyorsan szaladni, ugye, mert felgyorsult a ló, és akkor megfeszült a kötél, és kioldotta a fényképezőgépet. Tulajdonképpen a ló lefotózta önmagát, miközben vágtázott. Az úriember csak két fotót vitt vissza a kocsmába, ezt a kettőt. Hiszen jól tudták, hogy ha vágta közben fotózzák le a lovat, lesz olyan pillanat, amikor a ló mind a négy lába a levegőben van.
Az akkori korban lehetetlen volt elképzelni azt, hogy, hogy mozgás közben készüljön ez a kép. Hát senki nem tudta volna úgy megrántani a képet, hogy pont akkor egy vágtázó ló legyen előtte ilyen közelségben. Tehát tudták, hogy ez lehetetlen, biztos, hogy repült a lovával. Emellett kitalálta nekünk a mozgóképet is. Az lenne a feladat, kicsit trükkös leszek, hogy ezt a két képet kellene néznünk, egy kicsit ilyen furcsán ránézni, mintha egy kép lenne ez a kettő, és most próbáljátok meg olyan gyorsan pislogni, amilyen gyorsan csak tudtak. Így van. Aki elég ügyesen pislog, azt látja, hogy meg-meg moccan a lólába. Futni nem fog, akkor nagyon sokat kellene pislognunk, ezt nem várom el senkitől. De azt látjuk, hogy meg-meg moccan a lólába. Látjuk ezt? Ez a pislogás lesz aztán, ami mozgóvá teszi a képet. Gyertek, van nekünk erre egy kütyünk, az úgynevezett Zoetro. Ez körülbelül annyit tesz, hogy az életkereke életre kelti a képeket. Ha föntről nézünk bele, akkor látjuk ezeket a képsorozatot, ugye, vagy ezeket a képeket ide kifeszítve, és elkezdem mozgatni. Viszont nem lesz mozga, egy ilyen rossz massza lesz, ugye, amit rossz nézni. Hát ez van, ha sok képet látunk egymás után. De most nézzünk bele az oldalán keresztül a réseken át. Így van. És már is elkezdett szaladni a lovunk. De tulajdonképpen az életkereke semmi más nem csinál helyettünk, csak pislog, ugye? Hiszen néha eltakarja, aztán engedi, hogy lássuk. Eltakarja, engedi, hogy lássuk. Tulajdonképpen ez váltakozik. Így van. A megfejtés ettől függetlenül jó volt. Egy másodperc alatt 24, illetve 25 képkockát kell látnunk, hogy mozgó legyen. Ha ennél kevesebbet látunk, mint például Charlie Chaplin filmjeiben, ő 19 képkockát használt, így van, egy kicsit ilyen akadozó lett a mozgás. Képzeljétek el, mi történne akkor, ha mondjuk 240 képet látnánk egy másodperc alatt. Tehát 10-szer annyi. Mi történne akkor? Nem. Képzeljétek el, semmi sem változna. Pontosan ugyanaz lenne, mint hogyha mi sem történt volna. Viszont egy érdekessége van, az akciófilmek körülbelül a 90-es években felfedezték azt, hogy ez ennyi képet, ha az emberi szem lát, ugye annyira sok információt kap a szemünk, hogy képtelen adrenalint termelni, hogy ugye befogadjuk ezt a sok képet, tehát sokkal jobban izgulunk Bruce Willisért, ha 200 képet látunk másodpercenként, jobban fogy a Coca-Cola és a popcorn. Tehát ezzel sok esetben egy ilyen marketing, néha felgyorsítják a filmeket a moziban, hogy az ember is ugye vele jobban együtt elkezdjen izgulni tulajdonképpen a főhősért. Ha ugrok egy pár száz évet, senki ne jegyen meg, akkor eljutunk az első mozivetítő gépig. Hogyan néz ez ki a moziban? Ő egy 1909-es masina, tehát tényleg az elsők között van, és ez így néz ki ő rajta. Egy ilyen propellerrel oldják meg. Ugye ugyanúgy eltakarja előlünk a képet, aztán engedi, hogy lássuk. Eltakarja, engedi, hogy lássuk. Hát azért a modern technikának változtatnia kellett ezen, mert most már vannak 4,5 órás filmek, ugye azt pedig végigpörgetni, valószínűleg Arnold Schwarzenegger inkább lett volna mozigépész, mint sem mondjuk szenátor, ugye? Lényeg a lényeg, hogy ennek változni kellett, és tudok is egy jó példát, hogy megmutassam, hogy hogyan. Volt otthon mindenkinek videókazetta, ez a VHS kazetta, ugye? Szuper, mert általános iskolás csoportok csak mámulnak ránk, fogalmuk sincs, mi az? Végre egy jó korosztály, akik értik. VHS kazettát. Nekem apukám mindig azt mondta, hogy hát ez egy ilyen feladat volt tulajdonképpen, hogy ő 5 óráig dolgozott, viszont 4 órakor kezdődött a Csillagkapu. Azt pedig nem lehetne lekésni. Így hát az volt, hogy én hazaszaladtam az iskolából, amikor vége volt az iskolának, kazetta berak, beállítgatni, kötyögni kellett legalább 10 percig, míg sikerült beállítani, hogy mit vegyem föl, és fölvettem. Hát viszont csak egy kazetta volt, ugye, arra vettünk rá minden epizódot, és aztán úgy körülbelül az 5. résznél kaptam az első pofont, mert hogy nem jól vettem föl, biztos, mert fekete csíkok jelentek meg a képen. Erre is emlékszünk? Igen. Sokszor rávettünk a kazettára, ilyen fekete csíkok jelentek. Mert ez például szemlélteti, hogy hogy néz ki. A kamera fotózott egyet, tehát egy képét a kamerának, amit látott, ilyen csíkokra szabdalta, rengeteg pici csíkra. És ezeket a csíkokat aztán így egymásra fűzte. És ilyen mozgás, és sokkal kényelmesabb a szemünknek, megnézhetünk akár egy 2,5 órás filmet, és nem így kellett ugye ülnünk otthon, és így nézett ki ez az eljárás. Most már megint változott azóta a digitális technika, most egyszerűen ezt a képet félbevágja, és a kép közé úgymond, tehát a két fél kép közé egy fél fekete képkockát rak. Tehát a kép közepén látjuk ezt a szünetet, pontosan nem látjuk, csak a tudat alatt érzékeljük ezt, és ettől függetlenül valahogy így halad. Képzeljétek el, hogy a 80-as évekig, ez is egy ilyen érdekesség, sokan reklámozták úgy a termékeiket, hogy ezt a fekete szünetet kicserélték, és egy reklámképet raktak oda, mondjuk a Coca-Coláról. És ez esetben a moziból kirohanva mindenki megvásárolta magának a Coca-Colát. Ez csak egy érdekes és szerintem botrány. Ezt a 80-as években betiltották,
ugye ez a tudatalattiára hat az embernek, nem is veszi észre, hogy látta ezt a Coca-Colát, de meg akarja venni. És képzeljétek el, hogy 2012-ben eljutottunk oda, hogy az internetes reklámokban újra használható. Én szerintem ez borzasztó. Ennél befolyásolóbb dolog nincs, szerencsétlen gyerekek pedig nem is tudják, hogy aztán mi hat rájuk.